A samáriai asszony történetét olvasom, nem az egészet, csak egy részét, és azt is némi kihagyással, János evangélista szent evangéliumából a 4. rész első versétől a 25. versig, mondom, nem mindent olvasok belőle. Jézusnak Samárián kellett átmenni, így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom. A samáriai asszony azt mondta, hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, amikor én samáriai vagyok. Tudnék, a zsidók nem érintkeztek a samáriakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennél élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál. Jézus így válaszolt, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert az a víz örök életre buzgó forrása lesz benne. Az asszony erre azt mondta, uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre azt mondta neki, jól mondtad, hogy férjed sincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, az nem férjed, ebben igazat mondtál. Az asszony akkor így felelt, uram, látom, hogy proféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Isten, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt, eljött az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is azt kívánja, hogy ilyenek legyenek az ő imádói, az Isten lélek, és akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádni őt. Milyen könnyen kimondjuk mi, hogy én ugyan ennek, meg ennek, X-nek és Y-nak, megbocsátok, vagy megbocsátottam, de nem óhajtok vele többet szobálni. Ha lehet, elkerülöm, nem haragszom rá, de nem érintkezem vele. És akkor mondja, és megokolja, hogy miért nem. És a végén kiderül, hogy dehogy is nem, haragszik ő bizony, igencsak rá. Olyan kegyesen, kegyetlenül, vagy kegyetlen kegyességgel tudunk mi ítélkezni és elhárítani valakit magunktól. Még textust is, igét is veszünk hozzá, és talán ilyenkor a legszomorúbb, amikor azt mondjuk, hogy meg vagyon írva, hogy én ezzel az emberrel azért nem érintkezem. Jézusnak 5 oka is lett volna, hogy ne álljon szóba ezzel az asszonnyal. Az igéből világosan kitűnik, hogy Jézus azért ült le a kút mellé, mert fáradt. Benne is van az igében, mert Jézus fáradt volt. Zárójelben hadd jegyezzem meg, ma, amikor elmélkedtem, olyan jó volt, mert fáradt voltam, hogy hát az én gazdám is elfáradt, akkor nekem is szabad elfáradt. Fáradt
Fáradt volt, leült, ez az egyik oka. A másik, hogy éhes volt, nem tudom, nem tudjuk mióta nem evett, és ezért mennek el a tanítványai ennivalót hozni, őt pedig edélyül hagyják, kedvesen, tapintatosan, hogy ő még be se jöjjön a faluba ennivalóért, addig pihenje ki magát. Fáradt volt, éhes volt. Azután a harmadik egy olyan nő jön oda a falutól, sikártól távoli kuthoz, aki nyilván azért jön oda, mert a faluba szóba se állnak vele, hiszen faluba nem egy kút lehetett, és egy lehetetlen a legperzselőbb déli időben, hogy ne találkozzék senkivel, mert nyilván az úgynevezett kútmerítő helyen őt megvetették, talán még utána is köptek, és azért megy a legforróbb időben egy távoli kútra, hogy ne találkozzék senkivel, és ott találkozik a valakivel, Jézus Krisztussal. Jézus nyilván tudhatta, hogy ez a nő miért jön el. Nem volt nehéz kitalálni. Hogy egy olyan nőt szólít meg, és megszólítja, és azt mondja, adj innom. Azután az is oka lehetett volna, hogy ne szólítsa meg, hogy az a nő samáriai volt, a ruhájáról látszott, egyébként is Samáriában volt Jézus. Akkor legalább úgy gyűlölték egymást, vagy még jobban a zsidók és a samáriaiak, mint most például a palesztinok és a zsidók. Nem álltak egymásnak. Gyűlölték egymást. Tehát öt oka is lett volna Jézus Krisztusnak, hogy ezt az asszony ne szólítsa meg, az ötödik talán még az, hogy akkor egy rabinak nem volt illik egy nőt megszólítani. Mondjam így, nagyon idézőjelbe, hát Jézus már megint illetlen dolgot cselekszik. Ez az ő csodája. Nem törődik az úgynevezett bevett szokásokkal. Fölfelé, befelé hallgat a felső-belső első hangra, és megszólítja rabi létére samáriai asszonyt, egy olyan asszonyt, éhesen fáradta. Egy oka volt, hogy megszólítsa az öt negatív ok mellett, hogy ne szólítsa meg. És ez az egy ok az volt, hogy ennek az asszonynak volt arra szüksége, hogy Jézus őt megszólítsa. Pontosan erre volt szüksége. Ugyan kéne ismerni ezt a nevet, hogy Zsindejné Tüdős Klára, különösebben az idősebb kedves testvéreim, egyszer valaki, ilyen kegyetlen valaki megtámadta, hogy hallom Klára asszony, hogy maga egy ilyen és ilyen színművésznővel barátkozik, és még meghívta az Istenhegyi otthonába is, hát akkor én oda nem megyek. Amire Zsindejné Tüdős Klára azt mondta, én azért barátkozom ezzel az asszonnyal, mert annak az asszonynak erre a barátságra szüksége van, és attól tartok, hogy annak az asszonynak nagyobb szüksége van, hogy az Istenhegyi otthonomba jöjjön, ha testvérem maga elmarad, nagyon sajnálom. Azóta nagyon hosszú idő telt el, Isten Zsindejné Tüdő Klárát igazolta, mert abból az asszonyból egyik legkedvesebb misszionáriusa lett az ébredés idején népünknek, egyházunknak. Az a kegyes kegyetlen már régen kilépett az egyház. Messze eltűnt. Sose felejtem el, mert hallottam ezt a beszélgetést. Azért barátkozom vele, mert szüksége van. És lehet, hogy itt ül valaki. Itt vagyunk nem is kevesen, akik azt mondhatjuk, hogy hát hogy is kerülök én ide. Ide való vagyok. Megérdemlem én. Hát ha az a mellettem ülő tudná, hogy én ki vagyok, és mi van a szívemben, és milyen az életem, talán fölállna és kimenne. Testvérem, tudod te, hogy mi van az én szívem?
Tudják a testvérek, hogy miért meleként szólni, és miért merünk mi itt, és miért merhetünk együtt lenni. Mert a mi Urunk Jézus Krisztus nem azt mondta, hogy én a kiváló, komfortos, drága, tiszta lelkekért jöttem, akik egészségesek, hanem azt mondta, hogy jövök az elveszetteket megkeresni. Meg azokhoz jöttem, akik betegek, és nem azokhoz, akik egészségesek. Sőt, az eredeti görög szöveg szerint, akik magukat rosszul érzik, a betegeket, akár így is lehetne fordítani. Testvérem, hogy érezzük magunkat? Én nem érzem mindig nagyon jól magam. Sőt, legtöbbször, ha befelé nézek, egyáltalában nem érzem jól magam. De ha együtt lehetünk vele, akkor az nagyon jó. És ő azért hívott ide, mert olyanok vagyunk, amilyenek. Na, olyanok, mint az asszony. Olykor magunkat vetjük meg, olykor mások szólnak meg bennünket. Tehát éppen ezért van szükségünk Jézus Krisztusra. És ő ide hívott bennünket. És tőlünk se kér többet. Jaj, de csodálatos, hogy nem maximalista. Csak annyit kér, amennyit telik tőlünk. Egy pohár vizet kér ettől az asszonytól. Nem többet, csak amennyit telik. Amennyit ez az asszony ad. Tőlünk se kér többet, csak amennyit tőlünk telik. Ki tudja hány éve már, 20 vagy 30, az 50-es évek elején, amikor a kis újpesti templomunkat építgettük, akkor egy virág vasárnap, egy ilyen adakozó vasárnap volt, borítékokat tettünk le, amíg félig kész templom kis székeire, hogy mindenki tehet bele ajándékot, előre már meghirdettük, hogy befejezhessük a kis templomunkat, és tényleg valóban szépen jött az összeg, be is fejeztük. Az egyik borítékban azonban pénz helyett egy kis cédula volt, arra rá volt írva, hogy kedves tiszteletes úr, nekem pénzem nincs. De időm van, és tudom, hogy 32 körzetre osztotta a gyülekezetet, és mind a 32 körzetet látogatja valaki, és tudom, hogy múltkor hirdette, hogy egy körzetnek, a legnehezebbnek nincs gazdája. Én szívesen elvállalom annak a körzetnek a látogatását, és azt a családokat abban a körzetben meg fogom látogatni. Megvallom itt most már utólag, hogy olyan riadtan olvastam, hiszen ismertem. Hát én bizony magamtól nem bíztam volna rá körzetet. Azt is tudtam, hogy egy bizony egy kicsit zűrös, zavaros a család élete, de hála Isten a gyávaságomnak nem mertem azt mondani, hogy nem. Gondoltam, hát ha már ő felajánlkozik, és odaadtam a körzeti névsort, és most is meghatva számolok be, testvérek, hogy 10 év múlva olyan 18-20 családból állt egy körzet. Abból a körzetből, a 18-20 családból szinte mindenki elkezdett templomba járni. Voltak, akik nagyon komolyan megtértek, szolgálók lettek, maguk is körzet látogatók. És akkor egy nagyon súlyos és gyors betegség ezt az asszonytestvérünket elvitte. Én még olyan temetésen ritkán vettem részt. Olyan sokan a gyülekezetből egy egyszerű munkásasszony temetésén még nemigen láttam, hogy részt vettek volna, és nem csak úgy, hanem könnyes szemmel és virággal. És mikor vége volt a temetésnek, és magam is meghatva jöttem ki a temetőből, valaki megállt mellettem, és azt mondotta, hogy tiszteltes úr, köszönjük, hogy Katókára bízta ezt a körzetet. Nem tudom, hogy tudja-e ön, hogy megmentette a házasságunkat. Addig járt hozzánk, hol a férjemmel beszélt, hol velem. Megmentette, áldja meg az Isten, hogy elküldte hozzánk, és én úgy szégyeltem. Mert bizony, én csak nem mertem nem küldeni. Mert én arra néztem, akinek láttam, és az én gazdám azt látta benne, akivé lett. Ez a különbség.
mi mindig azt nézzük, hogy ki kicsoda, ami gazdánk azt nézi, hogy kiből mi, ki, mi lehet. A lehetőséget látja bennem, bennünk, mindjárt. Milyen jó, hogy ő választotta a katonkát arra a körzetre, nem én. És nem kért ez a katókától többet, mint amit tőle telt, sok telt, és katóka nem ajánlott fel talán 1000 pengőt, akkor az nagy pénz volt, hanem csak az idejét áldja meg az Isten, sokkal több dolog történt körülötte. Ettől az asszonytól, mikor egy kis vizet kér, a víz akkor keleten élet volt, egy kicsit az életét kéri, ennek az asszonynak az életét is kéri, és hagyd tegyem hozzá, testvérek, hogy nem csak, hogy nem kér többet Jézus Krisztus tőlünk, mint amennyi tőlünk telik, hanem ő se ad kevesebbet cserébe, mint amennyi tőle telik, azaz a víz helyett élővizet, egy kis emberi élet helyett az ő áradó lényét, élet helyett életet, majdnem így fogalmazhatnám meg, hogy itt életet életért kíván, ad ide az életed, és én életet adok az örök élet vizével, és őt örök életet, te neked, asszony. Életcsere. Az Ótestamentumban így hangzik, szemet szemért, fogad fogért, és itt pedig valami nagy misztérium történik. Életet életért, a szó valós, átvitt, és misztikus értelmében is. Ad ide a vizedet, én adok élővizet, ad ide az életedet, és én új életet adok neki. Persze szegény asszony nem érti. A testvérek azt tetszenek hinni, hogy ma olyan nagyon megérteni valaki, aki mennék a Böszörmény út sarkára, és egy nagyon jó öltözött nőnek, férfinek azt mondanám, hogy testvér, ne menjen be a presszóba, én élővizet adok magának. Lehet, hogy a mentőket hívja. Hát ne csodálkozzunk, hogy ez a szegény asszony azt hiszi, hogy majd valami csodakorsót kap, neki nem kell kútra járni, azután, hogy egy kicsit sarokba szorítva érzi magát egy pillanatra, és elkezd mai szóval teológizálni, teológiai bölcsességbe keveredni, hogy itt imádjuk az Istent, ti ott imádjátok, ti Jeruzsálembe, mint Garizim hegyén. Csak azt nem mondjuk, hogy ez most nincs 2000 év után. Ugye itt kereszt, ott csillag, ide mehetsz, oda nem menj, mert ott letérdelnek, oda nem menj, mert csak. Ki hol imádja, testvére? Mi történt? Hát csodálkozunk, hogy ez az asszony kérdezgeti át, hogy hát hol is kell az Istent imádni. Nem érti tüst? És ő egy kis vizecskét szeretne, csak egy kis utat megspórolni. Ő egy kis segítséget szeretne csupán, és Jézus pedig életcserét ajánl fel. Merhetem így fogalmazni, testvéreim, hogy nem ez a mi bajunk, hogy mi is egy kis segítséget szeretnénk csak Jézustól. Egy kis kisegítést. Életcsere, ó, kérem, nem kell azt túlzásba vinni, az már kicsit. Valaki elmondta, hogy a Balaton mellett lekéste a buszát, és ment gyalog az egyik faluból, a másikba, az volt az utolsó autóbusz, és még vagy 6-8 kilométert nyári rekkenő melegre porosan kutyagolt, ment előre, és elhúzott mellette egy kis autó, aztán 20 méter előtte lerobbant, leállt. Rosszul adagolt a benzint, vagy mi, és azt mondja, kiszólt belőle egy férfi, egy másik férfi, azt mondja, hogy atyafi, nem tolnál meg egy kicsit a biciklit, ide megyek csak a faluba, vagy az autót, ide megyek a faluba. Azt mondja, megtolatta veletem, aztán visszaintegetett és el. Ugyanoda ment az is az autóval, egyedül egy négyüléses autóba, ahova én mentem volna. Megkért, hogy toljam meg, de az ajtót nem nyitottak ki, hogy jön már be, maga nem odatta.
Bocsánat a hasonlatért, testvérek, nem úgy egy kis pótbenzinnek kérjük mi Jézust. Uram, told meg már az elakadt életemet, látod, bajba kerültem, aztán mikor úgy kizökkenünk a bajból, akkor hátraintegetünk, mint a dél-amerikai indiánok, akik egy évben egyszer jönnek le a hegyről, és elmennek a templomba gyónni, áldozni. Egy évben egyszer, és úgy, ha mondja a fáma, úgy olvastam valahol, hogy a hegytetőn visszanéznek a templomra, és integetnek, hogy adios Krisztus, Isten veled Krisztus, Isten veled. Évre ott hagyják. Élik tovább az életüket, ott, ahol benne. Testvérek, egy kicsit félve fogalmazom, hogy nem így integetünk, mikor úgy minden rendjén van. Ha baj van, akkor ja Istenem, ja Istenem. Egy körzeti orvos barátom megrendülve mondta el, hogy megy a körzetébe egy ilyen nagy bér, újpesti bérházba, és ott az egyik kukára ráborulva talál egy asszonyt, és rögtön hát az orvosi etika és lelkiismeret, meg az emberség odaállítja mellé, és megkérdezi asszonyom, csak nincs rosszul, asszonyom, ő nem ismerte meg, hogy orvos, valami táskáját nem látta. Azt mondja, nem uram, segítsen el a liftig, egy kicsit szédülök, rosszul érzem magamat. De mondja az orvos, hát nézze, nagyon rossz a színeim, én fölkísérem magát az emeletre, és akkor megmondta, én orvos vagyok. Megvizsgálom, nézze, itt van egy EKG kis készülékem, egy kicsi. Nem tetszik ma a színe, meg, nem, csak tessék a liftig engem segíteni, és azt az ötödik gombot nyomja meg, mert az nekem nehezemre esik. Végeimben nem erőszakoskodtam, mondja az orvosbarátom. Odáig vittem, megnyomtam az ötödik gombot. Másnap kihívtak, mint halott kéne. Szívinfarktus kapott, még aznap délután. Igen, testvérek, egy ilyen fehérhajú öreg bojtárnak tessenek már elhinni. Hogy mi nekünk sokszor az kell, hogy uram, csak odáig az ajtóig segíts el, nyomd meg nekünk, mi én az ötödikre fölfelé, igen, mindig, mi fölfelé szeretnénk menni. Az ötödiket nyomd meg, aztán hagyd magamra, ne vizsgálj engem, nem kell engem kutatni, ne nézd te a szívembe, ne nézd meg a szívedet, nem kell nekem ékág is, én csak tegyél be a lépbe, hagyd menjek fölfelé. Igen. Az áldott orvossal is körülbelül így bánunk el. Kisegítőnek jó, megmentőnek nem kell, de ennek az asszonynak felajánlja ez a csodálatos valaki, ami gazdán önmagát életcserét ajánl fel. És tulajdonképpen az is történik, egy életcsere, hiszen tudjuk, majd olvassuk el otthon a történet végét még. A környék misszionáriusa is lesz az az asszony. Viszi a hírt, és ott tulajdonképpen egy sikári vagy samáriai ébredés félekez történik. De maradjunk itt még a történet elejénél, és akkor befejezem. Itt Jézus még ráadásul, hogy elkéri az asszony vizét, és örök életvizét adja neki. Az, hogy életcsere történik, ráadásul még rendbe hozza ennek az asszonynak a házasságát is. Úgy ráadásul. Úgy mellékesen megkérdezi, hogy hol a férjed, és akkor az asszony ott hebeg, habog, és akkor azt mondja, igen, hát öt is volt, ez se igazán az. Én mindig meghatódok, mint lelki gondozó ettől a beszélgetéstől, hogy itt milyen kemény lehetne Jézus ez az idézőjelben mondom, olyan asszonyhoz, és olyan tapinta, olyan kedves. Igen, tudom, ez se az. De azért tovább beszélget vele, nem zavarja. Sőt, egy igaz gyöngyöt nyújt át. A tanításainak egyik legszebbiké. Ennek egy úgynevezett ilyen asszonynak mondja el, beszéd közben, hogy az Isten lélek, és akik őt imádják, azoknak lélekben és igazságban
kell az Isten imádni. Nem a Garizim hegye a lényeg, nem Jeruzsálemi nagy templom a lényeg, hanem az, hogy az Isten lélek, igazságban és lélekben kell imádni őt. Így imádjuk. Vagy még mindig azon vitatkozunk, hogy Garizim hegye vagy Jeruzsálem. Értjük ugye, hogy mit szeretnék mondani, és mit nem mondok ki. Lélekben és igazság. Bárhol. Még itt is. Lélekben és igazság. Azt az Isten, aki az ő fiát, a Jézus Krisztus küldte, ezért az asszonyért, és még ilyen öreg emberkékért, és olyanokért, amilyenek mi vagyunk, mindenki magát ismeri, hogy milyen. Milyen minkért. Akik magunkat rosszul érezzük, akik betegek vagyunk, akik sokszor úgy érezzük, hogy valahol elvesztettük önmagunkat. Érettük. És még egyet mond Jézus, és ez a legmegrendítőbb, és itt be is fejezem. Bemutatkozik ennek az asszonynak. Testvérek, igen. Jézus Krisztus bemutatkozik a samáriai asszonynak, mikor az kezdik gyanítani, hogy itt a messiás, csak nem a messiással találkoztam. Akkor azt mondja, hogy én vagyok az. Leleplezi magát. Bemutatkozik. És utána azt mondja ennek az asszonynak, hogy ez a lélekben és igazságban való imádásnak most kell megkezdődni a te életedben. Nem holnap, nem holnap után. Van itt egy csodálatos szó. Most. Így van, testvérek. Így van. Eljön az óra, és az most van. Nem is kell nekem áment. Ez az óra, testvérek, most. Ez az óra még a milyen? Biztos, hogy lesz holnap. Még egy óra. Én mindenkit szeretettel hívok, hogy jöjjön el holnap is. De biztos, hogy mindenki el tud jönni holnap. Én magam felül egyáltalán nem vagyok. Ez, hogy őt lélekben, igazságban imádjuk. Imádjuk. Ne csak kérincséljünk. Imádjuk. Azt, aki most is jelen való, aki dicséretre méltó, áldassék az ő szent neve, aki érettünk is jött, aki hajlandó volt ma is velünk szóba áll. Szívünkhoz szólni. Nem kér többet tőlünk, mint amennyit telik. Ezt a ilyen-olyan megrugdalt, megkarcolt, megtördelt, omló-bomló kis nyomorult életünket kéri, és cserébe adja az övét, az élővizet, az örök életet. Mert nekünk ilyen gazdánk van. Most is, ma is. Imádjuk őt lélekben és igazságban, csöndesedjünk.